Bonyhádon a füvet már locsolták, és a karbantartók is folyamatosan dolgoztak május elején, hogy felkészítsék a bonyhádi termálfürdőt a mielőbbi nyitásra. Olyan döntés született, hogy a fürdőnek, aminek a Bonikom az üzemeltetője, június hónap közepén olyan állapotban kell lennie, hogy kinyitásra alkalmas legyen. Ez azt jelenti, hogy a medencéknek fel kell tele lenni vízzel, hatósági engedéllyel kell rendelkezzünk, laborpapírokkal kell alátámasztani, hogy a víz fürdésre alkalmas, és ha ezen feltételek együtt vannak, akkor megszülethet az a döntés június hónap elején, hogy június közepén kinyithatunk. Itt tehát június közepére tervezik a nyitást, ahogy például Tamásiban is június 15-én nyit a strand, és Tolna megye szabadvizes fürdői is ekkora tervezik a kapunyitást. Szekszárdon viszont egyelőre hiányos a burkolat a strand élménymedencéjénél, így csak a július 1-i határidőben tudtak eddig megegyezni. Itt az élménymedencén még hetekig tartó javításokat kell végezni, hogy kinyithasson az élményfürdő. Ács Rezső polgármester szakértők segítségével személyesen ellenőrizte, hogy halad a fürdő üzemeltetéséért felelős sportközpont vezetője az előkészületekkel, mert bár hallani lehetett, hogy akár 100 millió feletti összegbe is kerülhet a medence rendbehozatala, a sportközpont vezetése nem jelezte felé, hogy forrásokra lenne szüksége a nyitáshoz. Malomsoki Krisztián igazgató a helyszínen sem adott tájékoztatást a polgármesternek. A fürdővezető mondta el, hogy ha a javítás és nem a teljes felújítás mellett döntenek, akkor 3 hét alatt elkészülhet a medence, július 1-ére pedig kinyithat a fürdő. A sportközpontnak a vezetése, illetve a felügyelőbizottság sem igazán mélyrehatóan foglalkozott a dologgal, hiszen ez a helyzet ez már régebb óta fennáll. Igazából tulajdonképpen különösebb intézkedéseket nem tettek, hiszen nem léptek, nem tettek javaslatot felé, polgármester felé, vagy éppen a közülés helyettesítő polgármester felé, hogy milyen beavatkozásra lenne szükség, pedig idő lett volna rá, azt gondolom, főleg úgy, hogy a sportközpont be volt zárva az elmúlt hetekben, hiszen nem lehetett rendesen sem sportesemény, sem edzést tartani. Úgyhogy lett volna a lehetőség és idő, hogy ezt a kérdést tisztelek és teljes mélységében kivizsgálják, és akkor leinduljon a megvalósítás, és akkor a fürdő ki tudott volna nyitni akár egy hónap előbb is. Meg kell vizsgálni nyilván azt, hogy miért, hogyan alakult ez így. Ehhez a forrásokat biztosítani kell, de kell az döntéseket hozni, hogy a fürdő az legkésőbb a 7.-1. dátumon meg tudja nyitni. A szakértők véleménye megoszlik arról, hogy szükség lesz az élménymedence teljes újraburkolására. Rád Zoltán, az Éjjel-Szekszárd frakció önkormányzati képviselője, egy 2016-ban elvégzett szakértői vizsgálatra hivatkozva azt mondja, már az építéskor rossz alapanyagokat használt a kivitelező, ez okozza a problémát. Mindjárt az első évektől a átadást követően datálódnak ezek a problémák. Csillag Balázs egy szakvéleményt is kért 2016-ban, mivel már nagyon megunta ezt az egészet, és egy igazságügyi szakértő elkészítette azokat a vizsgálatokat, elkészítette azt a laboratóriumi felmérését, meg megvizsgálását az anyagoknak, hogy miből készült ez és hogyan. És abból kiderült, hogy a szakszerűség itt nagyon-nagyon messze állt ahhoz képest, amit egy fürdőnél készíteni kellene. Nem azokkal az anyagokkal dolgoztak, nem azokkal a technológiákkal dolgoztak, amit egy ilyen fürdőnél előírnak. Nincs szigetelés, a javítások, a vakolatok olyan anyagokkal készültek, amelyek nem alkalmasak egy ilyen fürdőnek a működtetésére. A fugázó sima csempe fugázóval készült, ami egy ilyen időjárásnak kitett medence esetében teljesen elképzelhetetlen, hogy pár évet is kibírjon. Tehát az a véleményünk, hogy ezt nem a városnak kell rendbe tenni, hanem igenis szavatossági igényt kell érvényesíteni a Aqua Plus-szal szembe, mert itt szándékosan nem olyan anyagok készültek, amit egy ilyen medencénél előírtak. A strand építésekor a műszaki ellenőri feladatokat ellátó Planéta Kft. Ügyvezetője azt mondja, a kivitelező a tervezett anyagokat használta az építés során, és ennyi idő elteltével a nem megfelelő téli üzemmód is okozhatta a hibákat. A próbaüzem alatt és a későbbi üzemeltetési időszakban hozzánk olyan kérdés, bejelentés nem érkezett, amely a fürdő hibáira olyan mértékbe utalt volna, hogy az
hát bármi nemű akadályoztatást vagy alkalmatlanságot jelentett volna. Tény az, hogy voltak kisebb hibák, amelyet a kivitelező garanciás kötelezettségén belül javított. Hozzáteszem azt, hogy jelenleg a fürdőnél ezek a bizonyos burkolati problémák, ezek nem egyedi esetek az országban, mert a fürdőknél a téli üzemmód az egy komolyabb műszaki feladatot jelent, mint a nyári. A téli üzemmódnak megvannak azok a szabályai, amelyet például itt már a létesítési stádiumban a tervezőtől kértünk, hogy adja meg a üzemeltető részére, amit meg is adott. A téli üzemmódnak a legfőbb szabálya az, hogy a medencét olyan állapotba kell tartani, hogy a lefagyások minél kevésbé forduljanak elő. Nevezetesen ez annyit jelent, hogy amennyire lehet meleg vízzel feltöltve, bizonyos jég elhárító testek alkalmazásával, és azokat a felületeket, amelyek nincsenek benne vízbe, azokat a felületeket folyamatosan át kell vizsgálni, hogy a burkolat fugályai, ha sérültek, akkor megfelelő anyaggal javítva ne jusson oda be víz, mert mint ismeretes, a fagy, az a burkolat alá, ha be tud szivárogni, az mindig le fog jönni. Jelen esetben ez ma nem dönthető így el, hogy ez most üzemeltetés, vagy egy korábbi nem megfelelő anyagú fugázó használata már az üzemeltetés során történt-e. Egy biztos, hogy a fürdőt a terveknek megfelelően tervezett anyagokkal, tervezett fugázó anyagokkal kivitelezte a vállalkozó, amiért természetesen 36 hónap garanciát vállalt. Ennek a garanciás kötelezettségének eleget tett. Rácz Zoltán szerint a végleges megoldást a medence újraburkolása jelenteni, aminek a költsége egy árajánlat alapján 120 millió forint körül lenne, de a költségeket a képviselő szerint a 8 évvel ezelőtti kivitelezővel kellene megfizettetni. Rácz Zoltán beszámolója szerint másik két medencénél ez már megtörtént. Én nagyon remélem, hogy nem a város pénzéből fogja ez a javítás elkészülni, mint ahogy tavaly se a város pénzéből készült el, hanem az Aquala Plus állta ennek a árát. Tehát amikor ez elkészül, jövőre bizony addigra tisztázni kell az Aquala Plus-szal is, hogy mennyibe fog ez kerülni, és egy teljes felújításra van szükség, tehát leverni a betonit. És egyébként meg, ahogy én megnéztem azokat az árakat, amiket itt képeztek, megkaptam ezt az ajánlatot, semmiféle olyan túlzást nem érzek benne. A beszélgetés során is elmondtam, hogy én olyan 30-40 millió, vagy 35-40 millió forintra becsültem alsó hangon, amikor ránéztem erre a medencére, de tulajdonképpen ez iszonyú sok felület. Tehát sokkal több, mint amennyit az ember elképzel, mert annyi ív van még belül is, ami nagyon-nagyon eszi a négyzetmétereket, és itt ezek a ragasztók és ezek a szigetelőanyagok iszonyatosan drágák. Szóval, és nincs több alternatív, tehát nincs változat, hogy majd lehet valami olcsóbbat, meg sokkal olcsóbbat. Tehát itt körülbelül ez a nagyságrend. Tehát 50 és 120 között, vagy e körüli ár. Friedman Tamás néhány nappal ezelőttig a Rácz Zoltán által hivatkozott 2016-os szakértői vélemény létezéséről sem tudott. Azt nem látta, így vélemény sem tud mondani az abban leírtakról. Az, hogy ez most sima csemperagasztóval lett egy kivitelezve, azt jelen pillanatban a szemrevételezéssel nem lehet eldönteni. Erre megvannak azok a módszerek, mintavételek vagy szakvélemények, ezt azzal el lehet dönteni, de az, hogy a későbbi javításokat milyen anyaggal végezték, erre én választ nem tudok adni, hiszen hozzánk ilyen jellegű megkeresés nem érkezett. Ez nem zárja ki azt, hogy a képviselő úr információja jó vagy nem jó, nem kívánom se cáfolni, de nem kívánom megerősíteni se, mert hangsúlyozom, szemrevételezéssel ez nem állapítható meg. Egy-két napja hallottuk
félig meddig pletykaként, hogy van egy ilyen szakvélemény. Ezt a szakvéleményt mi nem láttuk. Nem volt rá módunk nyilatkozni. Én, ahogy ezt a mai eljáráson is kértem, szíveskedjenek nekünk megküldeni, és természetesen arra vonatkozóan az álláspontunkat ki fogjuk fejteni. Egy elgondolkoztatható a szakvéleménnyel kapcsolatban. Emlékeim szerint 2016-15-ig ezt a fürdőt, ezt a szekszárdi vízmű, vagy a jogutódja az erőv, pontosan nem tudom, ő üzemeltette, biztos, hogy voltak akkor is kisebb hibák, de ilyen jellegű meghibásodás nem volt. Tehát ez alapján nem mondhatom ki azt, hogy alkalmatlan, rossz anyagokkal, mert három évig, három szezont követő telet, vagy négyet, ez a fürdő üzemelt. Hogy azt követően a sportközpont üzemeltetéseivel átkerült, hogy volt ennek az üzemeltetése, jól, rosszul, vagy egyéb módon, ezt nem tudom, és nem is akarok senkinek olyan vádaskodás, vagy senki felé olyan vádaskodással élni, hogy rosszul üzemeltetett. De egy biztos, hogy a fürdőknek a fugázását azt folyamatosan vizsgálni kell, mert az időjárásra nagyon érzékenyek, és az üvegnek a hőtágulása, az üveg az egy merev anyag, az üvegnek a hőtágulása az még, mert itt üvegmozaik van terv szerint feltéve, ez még jobban igényli ezeket a felülvizsgálatokat. Friedman Tamás azt mondja, az újraburkolás árát csak tervezés és több árajánlat bekérése után lehet korrekten megmondani. Valaki úgy dönt, hogy ezt a fürdőt akár esztétikai, akár egyéb okból más burkolattal kívánja ellátni, én azt tudom erre mondani, hogy akkor arra több ajánlatot kell kérni, tervet kell készíteni, és akkor egy korrekt ár meghatározható. Én ezt a 100 milliós nagyságrendű árat személy szerint nem tartom megalapozottnak. Erre vonatkozóan semmilyen számítást nem láttam. Ilyen alapon lehetne mondani, hogy 80 millió, lehetne mondani, hogy 120 millió. Ez anyag és munkadíj függvénye, de főként az anyagárak. Ács Rezső polgármester azt mondja, a felelősség kérdését majd később vitatják meg. Most az a lényeg, hogy mielőbb kinyithasson a strand. Arra adtam a tesítést, hogy fogalmaztam a kérdést, hogy egy műszaki emberekből álló csapat állítsa össze péntekig azt, hogy milyen beavatkozásokra van szükség, és ehhez milyen fedezet kell anyagi szempontból. Költségvetésileg én azt gondolom, hogy támogatni kell ennek a fürdőnek a helyre hozatalát és a megnyitását. Az, hogy ki milyen szinten felelős, vagy miért felelős, vagy mennyi az annyi, azon majd el tudunk vitatkozni az ősszel is, de most nyáron, miután várják már az emberek, meg várják a szekszárdiak, és a fürdőnek ki kell nyitnia, úgyhogy mindenféleképpen azt támogatom, hogy azok a kisebb javítások, amelyek szükséges az, hogy fürdő megnyissen, azok valósuljanak meg, és akkor a 7. hó elsői időpont előtt is akár a szekszárdi fürdő megnyithat. A szekszárdi fürdő 70-80 ezer embert szokott fogadni egy-egy szezonban. A koronavírus miatt bevezetett intézkedések jelen pillanatban nem tennék lehetővé, hogy teljes kapacitással üzemeljen a strand, viszont a nyitásig további könnyítésekre lehet számítani.